Üdvözlöm a kedves nézőket! Firával ma az űrlényekről és egyéb UFO jelenségekről fogunk beszélgetni. Hát igen, sziasztok kedves gyerekek! Üdvözlöm a nézőket! Hát akkor vágjunk is bele, hogy te mit gondolsz erről az egészről, hogy szerinted, mármint nem is, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogy vannak-e bármilyen, vagy van-e bármilyen tapasztalatod a Földön kívüliekkel kapcsolatban? Hát megmondom őszintén, még nem raboltak el. Ez ilyen jó lett volna. Köszönöm. És a teheneimet se vitték el, szóval nincs, semmilyen fizikai tapasztalatom nincsen velük. Tehát nem próbáltok beszélni hozzám, én se próbáltam mondjuk. Nem tudom, veled történt valami? Hát nekem annyi ilyen tapasztalatom van ezekkel az UFO-kkal kapcsolatban, hogy mert ugye nemrég volt a Facebook csoportunkban egy ilyen kisebb ilyen vita egy ilyen UFO hívővel, hogy nekem is van hasonló élményem. Tudod, hogy én is képzeltem magam UFO-nak, mert ugye az írás alapján az derült ki, hogy ő UFO-nak hiszi magát, ugye? Érted? Majd ezt beszélgetés, vagy aki benn van a Filaizmus Facebook csoportban, az láthatja ezt a beszélgetést, és na szóval én gyerekkoromban, amikor mit tudom én, ilyen kb. 10 éves lehettem, én rendesen abba a hitbe ringattam magam, hogy én valami idegen bolygóról letranszformálódott emberke vagyok, tudod, gyerektestbe. Igen. Érdekes gyerekkor amúgy. Hát ja, amúgy kb. Olyasmi, mintha ezt a világot csak olyan, mint a Matrix, hogy megteremtődött azért, hogy ide lehet, mit tudom én, menekülni, vagy szimulálni bizonyos dolgokat, és én azért valami baleset folytán ide belecsöppentem ebbe a világba, és az a durva, hogy akkor, amikor én ezt képzeltem, akkor még ilyen, hogy Matrix film, meg ilyesmi sehol nem volt, szóval ahhoz képest, hogy 10 éves voltam, eléggé így élethű, meg logikus sztorit kitaláltam erre az egész, és mindig olyan volt, mintha az egész világ egy ilyen szimuláció lenne. Érted? És rendesen nagyon sokáig én ezt el is hittem, hogy ez tényleg így van, és ezért tudom megérteni, hogy azokat az embereket, akik ugyanebben a ilyen álomvilágba kergetik magukat, hogy nagyon könnyen el tudja magának hinni az ember. És egyébként lehet, hogy ennek az a titka, hogy valamiért szeretik az emberek úgymond ilyen a világ origójának képzelni magukat, érted, hogy mondom? Igen, hogy én más vagyok, mint a többiek, én különlegesebb vagyok. Igen, meg a saját ilyen devianciájukat így tudod, meg tudják magyarázni, hogy ő miért érzi azt, hogy ő kirekesztődött ebből a világból, meg stb. Szóval egy sok ilyen magyarázatot tud leadni magának. Na jó, de várjál, ez már azért nagyon elmegy a pszichológia felé lassan. Hát igen, de tulajdonképp lehet, hogy erről van szó, csak nem. Na jó, igen, meg főleg akik nem nagyon találják a helyüket a világban, olyan kis különcök, azoknál fordulhat ez elő inkább. Hát jó, persze. De akkor vegyük végig azt, hogy milyen bizonyítékokat is tudunk arról, hogy mert ugye most a fő témája az a műsornak, hogy nem az, hogy léteznek-e UFO-k, meg ilyen különböző idegen élő lények. Lényegében az mindennek az alapja. Igen, most utána azt később fejtegethetjük, hogy az univerzum ugye hatalmas, meg stb. Csak hogy ugye most a fő téma az, hogy a Földre látogatnak-e különböző idegen létformák, meg stb. Igen. Szerinted egyébként ennek mennyi a lehetőség, vagy milyen logika rejtőzik el mögött, hogy ha van ilyen? Hát szerintem ennek nullához közelít az esélye. Azt is megmondom miért. Ugye régen, hát az ókortól számítva, ugye az embereknek mindig nagyon élénk volt a fantáziája, és ennyi erővel, hogyha azt mondjuk, hogy az UFO-k látogattak évszázadokon keresztül, akkor azt is mondhatjuk, hogy voltak istenek az Olimpos hegyen, csak elköltöztek. Tehát, hogy igazából a múltbeli embereknek, például ott vannak a vámpírok, vérfarkasok, szerintem ezek az UFO mítoszok is, én ide sorolnám őket. Hát igen, mert egyébként ez a furcsa, hogy
Jó, mondjuk azt, hogy sokan nem tudják elképzelni, hogy van mondjuk az ókori Görögország, hogy az akkori írók ugyanolyan fantáziával rendelkeztek, mint a mostani emberek. Szóval nagyon sokan lenézik őket, tudod, hogy azt hiszik, hogy ostobább emberek, holott, érted, szóval intelligenciára, meg stb. Még az is lehet, hogy fejlettebbek is volt. Most nem akarok így belemenni, de szóval ugyanúgy egy, például egy Platón, ugye egy ókori görög író simán írhatna egy olyan sztorit is, mondjuk, mint a Spielberg. Érted? Persze, persze. És ahogy ugye az Atlantiszi történetről is olyan vita van, hogy az full csak kitalálta. Ugye, mert nagyon sok UFO hívő arról is beszél, hogy az Atlantisziak azok igazából UFO-k voltak. Szerintem most egy kicsi kitekintő, maga Atlantis létezhetett, és eltűnhetett, mint egy sziget, akár azon lakhattak is emberek, mint egy szigeten, de itt megint tovább gondoljuk azt, hogy akkor biztos űrlények, meg nem tudom, mik laktak ezen a szigeten. Úgyhogy szerintem lehet, hogy csak egy egyszerű sziget és egy egyszerű közösség élt ott. Hát nem tudom, egyébként az a furcsa, hogy ugye, mert ez az egész ilyen, hogy is hívják ezt a, amit a Deniken kitalált, ez a paleoasztronautika. Na szóval ez az, hogy kb. Mindent az UFO-kra fognak rá, érted, hogy Igen, akármi igen. történt, és egyébként ez egy kicsit, mert én kb. Valahogy úgy képzelem ezt az egészet, hogy az ókorban egyébként valami nem stimmel, tudod, szóval az, hogy szerintem valami olyasmi lehetett, mert az összes ősi írás arról beszél, de ilyen tényleg ilyen 5000 éves írások, hogy a korábbi civilizációk, tudod, az ő számukra korábbi civilizációk, Igen. sokkal fejlettebbek voltak, mint ők maguk, holott ugye az ókori görögök is nagyon fejlettek voltak, érted? Szóval volt közművíz hálózat, meg minden, szóval nagyon durván fejlettek voltak az ókori görögök, például, vagy a rómaiak is, és ezt sokan nem is tudják, hogy mennyire. És Igen. ezért furcsa, hogy például az indiaiak is ugyanezt mondták, hogy a régiek sokkal civilizáltabbak voltak, mint ők maguk. Holott ők se voltak buta emberek, érted? Szóval nem úgy kell elképzelni ők. Ja, és ez a furcsa, hogy az általános történelem könyvek szerint pedig akkor őskor volt már, érted? Szóval a furkósbottal ment az ember a szép barlangba, meg ilyesmit ír a normál történelem könyv. És Igen. ez a furcsa, mint például most menjünk egy kicsit Egyiptomba, hogy ott vannak a piramisok. Piramisok is egy tök érdekes dolog. Hogy lehet az, hogy ugye ezt még máig se tudják, hogy is építették a piramisokat, és az is lehet, simán előfordulhat, hogy az egyiptomiak is csak úgymond befészkelték magukat a piramisokba, és ráfirkáltak néhány hieroglifát azért, hogy tudod, sajátuknak érezzék, de semmiféle bizonyíték nincs is arra, hogy ők építették azokat a piramisokat, mert sehol nincs is lejegyezve, ugye, hogy építették. Pedig ugye az egyiptomiak nagyon szerettek történeteket írkálni a falakra, hogy mi hogy történt, meg stb. A földművelésről is. És érdekes, hogy ilyen monumentális dolgokról, mint a piramis építés, meg sehol nem írnak semmit sem. Na jó, de viszont azt te is elismered, hogy a történelem során rengeteg irat elveszett, vagy megsemmisült. Hát persze, de érted, akkor, hogyha tegyük fel egy fáraó minden hülyeséget leír, hogy hogyan nem, kell a... most én nem pont az egyiptomiakra mondom, hanem összességében, hogy ha létezett a görögök előtt egy értelmesebb és fejlettebb civilizáció, akkor az már ugyanolyan tündérmese, ennyirevel koboldok is létezhettek előttük, mert semmilyen feljegyzésünk jóformán nincs. Tehát innentől találgatás. Igen, de utalások viszont vannak rá, érted? Szóval... Na jó, de utalások vannak az űrlényekre is, érted? Hát szóval... igen, pont ezért érdekes, hogy valami, ezért mondtam azt, hogy valami nem stimmel ott az ókorban, mert egyébként ezért sajnálatos az, hogy az alexandriai könyvtár elpusztult az ókorba, mert ott rengeteg ilyen feljegyzés. Hát vagy... az volt a világ akkori legnagyobb. Szóval látszódom, hallatszódom. Ott gyerekek, ez a köszönjétek a UPC-nek, hogy... Vagy az űrlényeknek, szabotálnak hát, minket. Hát igen, igen. Ezt köszönjétek nekik, mert nem tudom egyébként, hogy mi van velük.
mármint a netemmel is. Ez sajnos előfordulhat bármikor. Hol is tartottunk egyébként? Egyiptomnál és az alexandriai Ja könyvtárnál. igen, hogy az alexandriai könyvtár az rengeteg olyan feljegyzést tárolt, ami például arról is írnak, hogy ókori gőzgépek voltak, meg hasonlók. Igen. És te azt mondod, hogy valószínűbb, hogy egy ősi emberi civilizáció építette ezeket, mint sem, hogy űrlények. Hát, ja, igen. Mert arra van bizonyítékunk, hogy emberek éltek az ókorban, arra viszont nincs, hogy UFO. Mondjuk ennyiből jó a Fondaniken örökség, hogy azt elismerem, hogy ez rámutat rengeteg olyan dologra, amiről nincs pontos képünk. És olyan szögből is megvizsgálja a dolgokat, ahogy mondjuk egy történelemkönyvben nincsenek. Hát igen. Most egy kicsit beszélgessük, te légy szíves, mert van itt egy nagy technikai probléma. Mi történt? Semmi, beszélj csak, akkor fejtsd ki, hogy neked milyen vélemény van az UFO-król. Jó, szerintem egyébként léteznek űrlények. Csak kicsit, tehát szerintem nem olyan formában, hogy ők mit én a hold belsejében laknak és irányítják a kormányokat, meg csodákat húznak föl a világ minden tájára. Sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy más bolygókon növények, vagy egysejtűek, vagy baktériumok formájában léteznek más életformák, amik... Egyértelmű, hogyha... Mint például ott vannak a delfinek, érted, milyen intelligens állatok, és mégse építettek maguknak technikai civilizációt, érted? És lehet, hogy 100 000 év múlva se fognak kiépíteni, mert a boldog életükhöz nincs rá szükség, és ugyanígy lehet, hogy mit tudom, több milliárd éves élőlény van mondjuk valamelyik galaxisban, és tök jól el vannak anélkül, hogy autókat meg mindenféle dolgot csináljanak. Érted? Igen, igen. És, ja, meg egyébként, mert nagyon sok ilyen UFO hívő azzal érvel, hogy túl nagy az univerzum ahhoz, hogy ne legyen benne semmiféle más. De ebben szerintem igazuk van. Egyébként ebben teljesen igazuk van, csak viszont ebből nem következik az, hogy ide is látogatnak, mert igen. Nagyon sok ember nem tudja elképzelni azt, hogy milyen hatalmas is az univerzum, hogy ahhoz, hogy a legközelebbi, mondjuk csillaghoz, milyen hatalmas táv, hogy a legközelebbi csillag is milyen hatalmas távolságra van. Érted? Ahonnan átjöhet mondjuk. Ez az, hogy azt hiszem nem is tudom, hogy a legközelebbi csillagon találtak-e olyan típusú bolygót, ami megfelelne az élethez. Na de mindegy, szóval az a lényeg, hogy ja, igen, meg mondják azt, hogy lehet, hogy télugrással tudnának jönni, de na jó, de ez megint csak az, hogy akkor már minden, nagyon sok olyan dolognak kéne megvalósulnia, amiről semmit nem tudunk. Igen, igen, ezért ugye múltkor is beszéltük az okkenborotvája elvet, hogy mindig a legegyszerűbb magyarázatokat kell elfogadnunk, akkor, igen. Hogyha nem akarjuk, hogy így álltassuk magunkat, úgymond. És ezért, mert egyébként ez az egész ilyen mondás, ez a Carl Sagan-től származik, ugye, aki egy nagyon híres csillagász volt. De ez az, hogy ne essünk ebbe az érvelési hibába, hogy azért, mert az univerzum hatalmas, és rengeteg élőlény élhet benne, az nem jelenti azt, hogy ide a parányi kis földre eljönnek ettől függetlenül. Igen, mert főleg az, hogy egy ekkora technológiai civilizációt épít ki bármelyik lény, igen. Vagy bármelyik civilizáció. Szóval... De ez az izé, hogy a Stephen Hawking ismered, hát, persze, hogy ismert. Na, hogy ő mondja, hogy akkor, hogyha valamelyik civilizáció arra adja a fejét, hogy elkezdjen utazgatni az űrbe, akkor az egész biztosan agresszív faj lesz, mert csak azok a, hogy mondjam, civilizációk hagyják el a saját populáció, vagy a saját területüket, akik mint a sáskák akarják meghódítani az újabb földjüket, mert a saját környezetüket felélték. Mit szólsz ehhez? Hát, és mi van akkor, hogyha ennyi mindent feltételezzünk, hogy el kell hagyniuk a bolygójukat, mert természeti katasztrófa történt, vagy bármi miatt már lakhatatlan. Ami lehet egy olyan dolog is, ami
rajtuk kívül áll. Jó, mondjuk Érted? persze, ez igaz. Na jó, de Tehát... viszont, hogyha belegondolsz, van mondjuk egy ilyen civilizáció, akkor az jó esélye az első helyen le fogsz szállni, és akkor ott marad. És akkor Igen, igen. Az, hogy most hobbiból érted, elutazgatnak a földre, és akkor itt tanácsokat osztogatnak, meg épületeket csinálnak. Szerintem ez teljesen céltalan. Semmi értelmét nem látom, hogy bárki ilyet csinálja. hát igen. És egyébként te mit szólsz ahhoz, hogy tudod, ugye a Bibliában is, meg a különböző védikus iratokban is, meg a rengeteg régi festményen is szerepelnek olyasminek látszó tárgyak, mint az UFO. De szerinted ez hogy kerülhettek erre az iratokra? Mert ugye ezek nem hamisítványok, mert tényleg ott vannak. Nyilván, nyilván. Én ezt ugyanúgy azt mondom, hogy az emberek nagyon sok mindent nem tudtak megmagyarázni. És mindig ugye, tehát így első látásra mondjuk láttak egy fénycsóvát, vagy valami, nem tudom mi az, akkor írjuk le, hogy mitől Isten tűzös szekere. Tehát, hogy... Igen, csak mondjuk az Ezékiel történetében ott az élennél sokkal komplexebb, mint hogy most elment egy fénycsóva az égen, mert nem tudom mennyire ismered a sztorit, még a Deniken is beszélt róla, hogy valamilyen... Amikor, ha jól emlékszem, de nem biztos, amikor őt elrabolják konkrétan az Hát űrlények, vagy utazást tesz egy igen, űrhajóba? nem elrabolják, hát elviszik. Na jó, tehát most Nem, valami elrabolják. ilyesmi, hogy megy a mezőn az ember, és akkor hirtelen a Isten nagy tüzes szekere leszáll elé, és akkor úgy azt mondja, hogy a lélek felemeli az Isten dicsőségébe. Ez is amúgy olyan furcsa, hogy kb. Olyan, mint arról beszélne, mint van a, ugye ez kifikbe a vonósugár, tudod, hogy is Igen, igen. felemelik az UFO-ba, és akkor mondja, hogy akkor, amikor elindultak ezzel az Isten dicsőségével, akkor olyan, mintha Isten a mellére tenné a kezét, és ez olyan furcsa, mint a G hatás lenne. Tudod? Na jó, és akkor most egy nagyon kis összekötés, és mi van azokkal, ezek is videókon szerepelnek, amikor főleg Amerikában, amikor ilyen templomi előadás megy, biztos mindenkinek ismerős, és akkor a pap ráteszi a kezét a delikvensre, az meg elkezd rángatózni, meg rohamot kap, és összeesik, és Na akkor jó, ott de most dicsőítik őt. de ennek Hát mi? annak, hogy mivel ez egy mélyen vallásos ember, mi van akkor, hogyha ő is valamiféle vallási sokkot, vagy valami rohamot kapott, Igen, amit de így írt itt le? most ez azért érdekes, mivel hogy a tünet csoport, amit leírt, az hasonló így összességében ahhoz, hogyha most valakit elrabolnak az UFO, érted? Na jó, Szóval de arra most, hogyha hasonlít. ingadozik a vérnyomásod, vagy bármi, akkor is ugyanilyeneket fogsz érezni, hogy nyomás a mellkason, meg ilyesmi. Na jó, de akkor nem fogsz látni ilyen Isten tüzes szekerét, ami, Na jó, de mit viszont tudom én, különböző, a különböző túl alacsony, élőlények jönnek le hozzád, meg ilyesmi. de a túl alacsony, meg a túl magas vérnyomástól lehetnek halucinációk. Persze lehet halucinációt, de akkor Nem is csak ez a... ez megint egy értelmesebb érvnek tartom, mint az, hogy ez valóban megtörtént vele. Persze, de akkor, hogyha mondjuk tegyük fel, 2000 évvel ezelőtte mondjuk tökéletesen leírod akár szimbolikákba is a mostani mondjuk számítógép, meg internet, meg mobiltelefon technológiát, akkor az minden esetre érdekessé válik. Érted, Na hogyha... jó, de pont a múltkori adásban említettük, hogy maga a keresztény vallás az kreált és összeollózott vallás. Tehát akkor a De... Szent Könyvnek miért lenne több jelentősége, mint magának az Hát egész pontosan vallásnak? azért, mert ugye azt nem tudjuk, hogy milyen mitológiákból emelték át például pont az Ezékiel könyvét. Na jó, És... de maga a Biblia összeállításából rengeteg levelet, meg rengeteg részeket ugye kihagytak. Persze, de hát most Tehát ettől például ott függetlenül... van, ha nem akarok hülyeséget mondani, de jól emlékszem, Eszter levele? Vagy volt egy Igen. valamilyen passzus, amit nem raktak bele, mert nekik nem tetszett. Tehát akkor, ha valaki ennyire válogatós volt az ókori iratok között, akkor most ennyi erővel ezt akár fel is javíthatta egy kicsit, hogy... Hát Vagy most igen, bármit, na tehát, hogy jó, de most annyira... gondolj bele, hogy a ókori iratokban most nem fognak direkt úgy ráírni, meg ráírni pluszba, hogy most UFO-nak tűnjön, érted? Nem volt céljuk ez, Én hogy... nem azt mondom, hogy UFO-nak tűnjön, hanem sokkal inkább azért, hogy Isten mennyire egy valóságos dolognak legyen ábrázolva, érted?
hogy olvassátok el a könyvet, mert benne van egy arc, akivel ezek és ezek történtek. Igen, mondjuk nem tudom, hogy az akkori időben volt-e szükség, hogy ilyen Hát bizonygatásra, amikor ott úgyis készpénznek vették, hogy ez létezik. Meg miért, és akkor mikor ott vannak a, jó, az mondjuk már nem teljesen Biblia, de amikor ilyen különböző pokoli élményeket, meg pokoli dolgokat írtak le, meg festettek le, hogy mi vár téged a pokolba, az nem egyelő az, hogy de létezik a várj, pokol. várja persze, de az már nagyon a reneszánsz kor, szóval az már inkább a ilyen 1300-as, meg 1500-as évek kb., amikor már egyáltalán a pokolról mint beszéltek, meg utána megfestették, Nem, meg hát a ilyesmi. Biblia is beszél a pokolról. Igen, de nem olyan minőségben, mert ugye most nem akarok megint a kereszténységről annyit beszélni, de kb. Ez úgy van ez az egész pokol dolog, hogy ahogy haladunk a középkor felé, egyre jobban kihangsúlyozták a pokolnak, meg a Igen. sátánnak a jelentőségét. Mert eredetileg nem, de ahogy megnézed egyébként, ahogy íródott is a Biblia, ott is látszik, hogy először csak így, mint fogalom van jelen a gonosz, aztán utána egyre jobban megszemélyesítik, egyre jobban gonoszabbá válik. Tudod, szóval olyan, mint egy ilyen sok. Egyre nagyobb lesz az elrettentő Hát ereje. igen, mint egy ilyen karakterfejlődésen menne át ez az egész. Igen. Jó, tehát, hogy érdekes egybeesés, mondjuk ez tény, de szerintem önmagában nagyon kevés ahhoz, hogy egyből valaki mondjuk UFO hívő legyen, vagy űrlényekben kezdje hinni. Hát igen, meg ugye nagyon sok a hamisítás, ezt se hagyjuk Ugye el. a kedvencem tényleg a hamisításhoz az, és ez megmagyarázza szerintem azoknak, akik azt mondják, hogy milyen pessimista vagyok. Ez tökre megmagyarázza a következő példám, hogy amikor 3D Maxba előttem, mert közben beszélgettünk, rakod össze az UFO-t, Igen. az űrlény, az űrhajót, rendesen csészaj formát, babrálsz vele órákig, az internetről fogsz egy videó vagy egy képanyagot, bevágod oda ezt az előbb 3D, kihangsúlyozom, 3D Max-al készült kis űrhajót, és felrakod YouTube-ra, és olyanokat írnak alá, hogy tudtam, hogy léteznek az űrlények, meg ilyenek, és szerintem most akkor érted, és előttem csináltad. Hát igen, de mondjuk ez viszont olyan, hogy azért nem mondjuk reprodukálni, most nem akarom védeni amúgy a hamisításokat, csak az, hogy azért, mert reprodukálni tudsz valamit, az még nem biztos, hogy attól még az eredeti hamis. Érted? Na jó, de én csak azt mondom, hogy mennyire egyszerű valakit megvezetni. Igen, mondjuk egyébként azért fontos, meg figyelemfelkeltő az, hogy mondjuk hamisítványokkal milyen könnyű manipulálni az embereket, mert ugye nagyon sok esetben a magukat szakértőnek nevező emberek is bedőlnek ennek simán, nagyon könnyen, mert rengetegszer volt ilyen, ugye, hogy ilyen tesztből csináltam mondjuk egy ilyen videót, vagy képet, vagy akármit, és akkor utána mondjuk hogy ilyen, most nem akarok senkit se oltani, de olyan, akiknek nagyon sok követőjük van, azt mondták arra, hogy eredeti felvétel, mert nagyon kielemezték szakértőkkel, meg stb. És ráfogták, és akkor ugyanígy, érted, ez azt jelenti, hogy bármilyen hülyeségre, egy fél órás munkát igénylő hamisítványra ráfogják, hogy igazi. Igen, de ez számomra, hát de pont ez az, most mondtad ki a lényeget, hogyha lehet olyan hamisítványt csinálni, úgymond, amire már szakértők se tudják megmondani, hogy a valós eredetét, akkor mi alapján mondjuk azt bármire, hogy ez biztos, hogy űrlények. Tehát nekem ez az űrlény dolog, meg ez a földi beavatkozás kicsit ilyen kifogás, hogy fogalmunk sincs arról, hogy hogy készültek a piramisok, hát biztos nem mi voltunk, űrlények, le van zárva, kész, Igen, űrlények, vége. igen, Tehát igen. nem is gondolkozunk rajta, hogy mi, hogy lehetett, nem, űrlények, kész, Meg vége. ezzel tényleg lenézzük egy kicsit az ókori embereknek a tudás szintjét, hogy milyen fejlettségi szinten voltak. És nem tudom, ez is egy rossz dolog, nem? Hát eléggé igen, mert pont ez az, hogy nagyon viszonylag keveset tudunk szerintem az ókorról, ahogy mondtad, és miért olyan elképzelhetetlen ez? Mondjuk próbáltam
ugye, hogy ne legyünk ennyire szkeptikusak, de mégiscsak így összejött, hogy nem, mit. Ja igen, meg az, hogy ugye nagyon sok ilyen UFO hívő ugyanabba a hibába esik, mint amiben mondjuk egy vallási fanatikus, vagy egy kicsit úgy érzem már, mint úgy látom ezeken az embereket, mint hogyha direkt azért teremteni meg magának, amiért mondjuk egy vallásos ember is megteremti magának a úgymond képzelt barátjait. Meg meséld el azt a sztorit, amit az előbb meséltél meg nekem privátban, hogy ez a megteremti magának az ember a saját Ja, barátjait, vagy a tulpát, mondod. igen. Hát ez természetesen egy UFO hívő, vagy egy ilyen űrlény hívőnek a blogján olvastam. Ez a tulpa, ez az. Ezt senki ne próbálja ki, mert szerintem skizofrén hajlamot fog eredményezni. Az a lényeg, hogy ők azt mondják, hogy a tulpa az egy létező kis lény, amit te meg tudsz teremteni a gondolatoddal, de egy fizikai síkra tudod emelni. És akkor ennek azok a lépései, hogy először elképzeled ezt a lényt a fejedben, hogy néz ki, de nagyon részletesen, tehát az arcvonásaitól kezdve mindent. Utána berakod-e szintén a gondolatodba egy térbe, megpróbálod elhelyezni, és utána elkezdesz a gondolatodban beszélni hozzá. És most jön a durva, hogyha elég jó vagy benne, akkor válaszolni fog neked. Ez a kis lény válaszolni fog neked a fejedben, és utána még tovább megy a dolog, hogy azt mondja, hogy ha már ez elég jól megy, akkor meg tudod teremteni, hogy elképzeled nagyon erősen, hogy melletted ott van, hogy így és így néz ki, így és így épül fel, és akkor a végeredmény, hogyha nagyon erősen csinálod, meg nagyon jó vagy benne, akkor tényleg ott lesz fizikailag a kis lény, akit csak te látsz természetesen, de fizikailag ott van. És ezt ugyan, vannak olyan emberek, akik ezt ugyanolyan keményen hiszik, és semmi és senki nem térítheti el őket erről az útról, holott csak kb. Skizofréniával küzdenek. Hát igen, meg egyébként valakit belinkelt a beszélgetésbe egy ilyen UFO-t annak kapcsán, ugye mondtam, hogy nagyon könnyű csinálni ilyen UFO-s videót, és hát kb. Amit belinkeltek, az is mondom egy ilyen 10 perces munka, szóval ezt simán meg lehet csinálni, Ott van szóval. az a nagyon híres, ez biztos nagyon sokan ismerik, az UFO boncolós videó. Igen, na arról is Az, kiderült, hogy kamu. igen, és az pedig tényleg abban az időben egy olyan bábút csinálni, az eszméletlen. Ez eszméletlen munka volt, és sokan ezt mondták, hogy nem lehet bábú, hát annyira életű, mert ez biztos, hogy nem bábú, holott kiderült, hogy ez egy bábú. Hát meg az a durva, hogy ugye ezt már neked is meséltem, hogy volt olyan, hogy ilyen UFO szakértő az én videómra állított, hogy ne hazudjak már, hogy az nem igazi. Miközben tudom, hogy én csináltam, érted, szóval. És nem akarják elhinni, érted, azt, hogy ez nagyon durva, mert tényleg azt a videót nem tudom, várja, belinkelem neked is, hogy lássad, hogy miről is van szó, mert mindjárt a nézőknek is belinkelem valamelyik saját videómat, hogy meg egyébként nem, hogyha fölmentek a csatornámra majd, akkor ott megnézhetitek, hogy tényleg egy ilyen videó nem olyan sok idő. Mondjuk direkt nem akarok csinálni ilyen leleplező videót arra, hogy én, jó, hát most is lelepleztem magamat, Elég durván leleplezted magad, de igen. azért nem akarom, mert az a rossz benne, hogy belinkelem. Az a rossz benne, hogy akkor, hogyha én elismerem azt, hogy én ilyen videót csinálok, akkor azt mondják, hogy én hazug vagyok, viszont az az ember, aki nem ismeri el, hogy kamut nyomat, az meg azt mondják, hogy igaz, ergo, én ezáltal egy hátrányt kreálok magamnak, érted? És így még rám fogják sütni, hogy én vagyok a hazudós ember, miközben én csak ilyen tényfeltárásból csinálom ezt az egészet. Hát igen, ebből biztos, hogy te jönnél ki rosszul, meg ugye rengeteg támadást is kapnál. Viszont meg az a durva ebben, hogy mennyire elvakultak egyesek, hogy ugye maga, nem akarok a vallásokról beszélni, de ugye a szientológia az meg már lényegében egy sci-fi, egy science fiction vallás, ahol ugye már rendesen űrlényi istenekről van szó. Tehát ez a durva, hogy már ilyen szinteken vagyunk, hogy tényleg egy
sci-fi könyvíró alapít egy vallást. Igen. Főleg úgy, hogy közben elismeri azt, hogy a vallásban van a legtöbb biznisz. Aki nagy üzletet akar csinálni, az csináljon vallást. Igen, és főleg úgy, hogy egy nem tudom, egy ilyen D-kategóriás, tényleg egy ismeretlen, úgymond a sci-fi irodalomban egy olyan ember csinál egy ilyen vallást, és jobban megél, mint a sci-fi könyveiből, Igen. és tényleg ezt, hogy űrlény istenek, meg hogy lefagyasztották a lelkeket, nem tudom pontosan, de Igen. borzasztó. Mondjuk az a furcsa pont, amikor így a műsor előtt voltunk, és így átgondoltam, hogy a gyerekkori sztorimat elmeséljem, hogy kb. Full ugyanaz a sztori, majdnem mint a szientológia. Persze most nem akarom a szientológiát így futtatni, mert ugye megérik a pénzüket. Igen. De az a furcsa, hogy 10 évesen, mikor még gőzöm nem volt erről az egészről, mégis hasonló sztorit találtam ki magamnak, érted? De Igen. egyébként a nézőknek üzenem, hogy a csatornámon így körbenézegetnek, akkor ott találni fognak jó pár ilyen UFO-s videót, amit én készítettem, szóval ott... Tényleg mondhatjuk, hogy te, ha unatkozol, csinálsz egy UFO-s videót. Hát, ja, és mert ott az egyik srác írja, hogy azért készülnek ezek a kamuk, mert nézettségért pénzt kapnak, letiltaná a pénzadást a nézettség után. Na, erre reagálok, hogy akkor, hogyha a YouTube-on nem lenne ilyen pénzkeresési lehetőség, rengeteg ember nem is videózna, mert, és nem azért, mert a pénzért videózik, hanem mert egy jó kis, mint például nekem a Nikonomnak visszahozta már az árát az, hogy videózok, és azért érted, befektetek így, hogy jobb minőség legyen akármi, érted, mert van értelme. Na mindegy. És a másik pedig az, hogy én azért készítettem, már az elejétől is mindig elismertem, hogy azért készítem ezt, hogy megmutassam, hogy milyen könnyű ilyen dolgokat csinálni, és miközben ott olvassák az emberek, vagy olvashatja bármilyen ember a kommenteket, hogy milyen könnyen bedőlnek az emberek. Érted? Hogy rendesen véremenő csatákat küzdenek ott, hogy bizonygassák egymásnak, hogy ez igaz-e vagy hamis, és ezért vagyok hülye, hogy elismerem azt, hogy ezeket én csinálom, mert így érted, szóval érted, hogy mit mondok, nem azért, Igen. mert pénz, hanem az a baj, hogy így rám fogják, hogy én vagyok a hazug, érted, mert és akkor ott van, nem tudom, Magyarországon rengeteg ilyennel foglalkozó ember van, aki viszont degeszre keresi magát ezekkel a hazugságokkal, Lábjegyzett hihetetlen magazin például. most nem akarok mondani senkit, érted, de Nekem volt szerencsém egy-két újságúból beleolvasni, és brutális. persze, tudom. De nem akarok most meg nem akarok pereskedni se senkivel se, hogy lehazugozom őket. De igen, ez a baj, hogy akik nem, hogy mondjam, nem árulják el magukról, hogy kamu dolgokat terjesztenek, azok az emberek elhiszik, hogy ezt tényleg igaziból csinálják. Amúgy van egy olyan elképzelés is, ez a szientológiával kapcsolatos kicsit, hogy van egy ilyen emberi tulajdonság, vagyis hát úgy látszik, hogy van egy ilyen emberi tulajdonság, hogy sok ember már rájött arra, mondjuk, hogy a szientológia hülyeség, például, vagy egy ilyen űrlény fanatizmus hülyeség, de viszont annyi időt, pénzt, energiát fektetett bele, hogy már csak ezért sem száll ki belőle. Igen, Nem tudom, érted, igen, hogy ez mi? persze ez a szientológiának egy úgymond egy csapdája, hogy ugye ott úgy tudsz lépésről Pénzért lépésre veszed így haladni. a Igen, szinteket, meg a igen, leckéket. igen. És akkor, hogyha tegyük fel, beleöltél már 30 milliót, és már azt mondják, hogy hú, már csak nem tudom hány fokra vagy attól, hogy például egyé válja az univerzummal, akkor nem fogod abba hagyni, mert már úgy vagy, hogy bakker, kidobtam már 30 milliárd, akkor nehogy már most adjam fel. Nem, én nem pont erre gondoltam, hanem arra, hogy ahogy akkor folytatom a példádat, hogy már kiadtál 30 milliót, érted? És rájössz arra, hogy mekkora egy idióta Ja ember igen, ez a voltál. gát, ez olyan, mint amikor mondjuk értéged mondjuk valami trauma, hogy elrobolnak az UFO-k, és akkor te ezt a tudatalattidba elrakt, vagy elnyomja azért, hogy úgymond megóvjad a saját tudatodat a soktól, kb. Ilyesmi. Nem? Nem, hát ez mondom, inkább úgy képzeld, hogy elköltesz 30 milliót, rájössz arra, megvilágosodsz, úgymond, hogy ennek semmi értelme ennek az egésznek, de azért nem szállsz ki, mert nem akarod azt, hogy azt mondják rá, hogy
na látod, hogy mekkora egy hülye állat voltál, hanem inkább, tehát mert tudod, hogy hülyeség, de már szégyeled ott hagyni. Na igen, Érted, hogy na mit igen, mondok, hogy na már én ezt mondom, hogy annyira. én arról beszélek, amikor már magadnak se akarod elismerni, hogy ez kamu, hanem inkább tudod az érveket, meg tényeket távol tartod magadtól, csak hogy ne is kelljen beismerned még önmagadnak se, hogy ez kamu, persze. Igen, hát ez a kettő hasonló Igen, majdnem, igen, csak az igen. egyikbe beismered. Na, mondjad csak. Nem, ennyi, hogy igen, ez a kettő hasonló. Egy srác írja itt, hogy oké, nem igaz, hogy nem látják, hogy szemcsés, pixeles, szétkent látszik a retusálás. Egyébként ez a durva, hogy azok a videók tűnnek a leghitelesebbnek, amik szanaszét vannak effekkel, Igen, vagy rossz igen. Meg minőségben. tényleg az a legszebb, hogy a 21. században, 2014-5-ben már nem igaz, hogy ha UFO-t látsz, akkor a legszarabb telefonodat veszed elő Jó, mondjuk kamerázni, meg én ezt ilyenek. azért akarom megmenteni ezt a dolgot, mert itt van például a Nikon, ami egy 100, nem tudom, 50 ezer forintos kamera, és akkor, hogyha tegyük fel, most hirtelen ott lenne az UFO az égen, akkor is most hiába király minőség, de ahhoz, hogy felnagyítsam, érted, szóval egy normális objektívvel, például a Holdat is kb. Akkorának látnád, mint egy ilyen kis borsó, érted? Igen. Szóval, hogy most egy ilyen UFO kb. Egy ilyen 3 mm-es lenne még a Full HD-s felbontáson is. És azt föl akarod nagyítani, Akkor hogy romlik a az minőség. olyan pixeles lesz még a Full HD-s felvételen is, hogy érted, hiába egy 150 rongyos kamera, és most hiába az, hogy a legújabb iPhone tényleg szar minőség lesz. Főleg akkor, hogyha ilyen nagyon gyorsan mozgó, meg érted, a felhők is, érted, nézd meg, hogy kiégnek a képek, szóval Igen. ennyiből meg akarom védeni azt, hogyha most tényleg hirtelen elő kell venned a telefont, hogy lekamerázzál egy UFO-t, akkor az tényleg a legkirályabb telefonon is jó eséllyel szar minőség lesz. Tényleg, Viszont na mondjad. mondjad, nem, Az, mondjad hogy csak. mi a véleményünk az 51-es körzetről, ezt kérdezi a srác. Szerintem az 51-es körzetben régen ugye a hidegháború idején kísérleteztek fegyverekkel, meg ilyen légi járművekkel. Ez szinte biztos. Igen, egyébként ezt a CIA nemrég be is ismerte, hogy jó, itt ugye most megint jöhet az, hogy na mindegy, az a lényeg, hogy beismerte a CIA, hogy ott különböző titkos fegyvereket, meg repülőgépeket teszteltek, de ugye itt jöhet akkor, hogyha UFO hívők vagyunk, akkor igen, csak ezzel akarják eltakarni a valóságot Igen. Meg ez egy végzik a ilyennel. tipikus, hogy nem tudod, mi van ott, soha nem voltál ott, ezért beleképzelhetsz akármit, érted? Igen, ez az, hogy lehet, hogy ott van a télapónak a bázisa is közben, Az érted? ugyanannyi esély van arra, mint hogy UFO-k vannak ott. Ugyanannyi. Mondjuk, nem tudom, láttad ezt az Obamás videót, amit felraktam? Amikor beismeri, hogy léteznek UFO-k? Hát nem az, hogy... Hát végül is igen, viccesen beismeri azt, hogy léteznek UFO-k, neked erről mi a véleményed? Nem tudom, nem láttam a videót, csak a címét olvastam. Ez öreg hiba, hogy nem készültél. Hát nem onnan, hogy Obama beismeri a UFO-k, mondom, oké, ez biztos valami ugyanolyan hülyeség, mint az eddigiek, és De megkímél. nem, ez a furcsa benne, hogy ez most egy kicsit másabb, mert ilyen még soha nem volt a történelem során, hogy egy posztján lévő amerikai elnök egyáltalán még viccből is elismeri azt, hogy őt, mit tudom én, az UFO kényszerítik arra, hogy ne beszéljen róla, meg Na jó, de hát ennyi ilyesmi. erővel beszélhetünk Pataki Attilával is, akit elrabolták Na az jó, de UFO. azért a kettőt ne hasonlítsuk már össze, érted, szóval. Jó, de most érted? Na jó, de érted, egy szóval egy amerikai elnök, meg a Pataki Attila az egy két különböző dolog, érted, szóval. Jó, igen, Mert érzem azért, hogy erős. közben a Pataki Attila a Shell slágerét is feldolgozta, nem tudom, ezt hallottad el, szóval Nem, nem volt a szerencsém hozzá. az nagyon durva, hogy szóval csinált egy mulatós albumot, jó, most nem Az akarom. igen. Na mindegy, szóval az, hogy ilyen a történelem során nem volt még, hogy egy amerikai elnök akár viccből is azt mondja, hogy nem beszélhet ahogy az 51-es körzetben. Ja igen, mert azt mondja, hogy ott egy ilyen riporter mondja, hogy akkor, hogyha ő lenne az amerikai elnök, az első dolga az lenne, hogy oda menjen az 51-es körzetbe, és tényleg megnézze, hogy UFO-k ott vannak-e. És mondja, kérdezte, hogy az Obama, hogy ő megtette ezt a dolgot. És akkor mondja, hogy erről nem beszélhet, meg hogy nem is engednék neki, hogy beszéljen erről a dologról. Érted?
Hát, na jó, de viszont mivel úgy mondod, hogy vicces megjegyzés volt, lehet, hogy úgy van vele, hogy bakker az emberek ezen a témán vannak 20 éve, mert erre már nem tudsz mit reagálni, tehát érvekkel nem tudod őket meggyőzni, akkor már belemész a hülyeségükbe egy viccel, és el volt Igen, csak intézve az erre egész. tudod, például ez most megvédjem egy kicsit, ha az UFO hívők szemszögéből, hogy ott van fordított pszichológia, például, hogyha titokban akarsz tartani valamit, akkor kiabáld el mindenhova, tudod, elven. Tudod, Igen, érted, hogy mit igen. akarok mondani? Szóval akkor, hogyha komoly talánná akarsz tenni egy komoly dolgot, akkor csinálj belőle viccet. És Igen, ez... ez mondjuk tényleg működik is És sok tekintetben. mit is akartam ezzel kapcsolatban mondani? Hogy léteznek űrlények, és azért hallunk róluk ennyit, hogy azt higgyük, hogy nem léteznek. Hát igen, meg ez, hogy ez, ja, meg azt akartam mondani, mert nagyon sok ilyen UFO hívővel beszélgettem, és nagyon sok esetben arra az álláspontra jutottunk, hogy ő csak szeretné hinni azt, hogy ez létezik, és nagyon sok ember elfelejti ezt, hogy azért, mert szeretne benne hinni, és úgy szelektálja erre vonatkozó bizonyítékokat, hogy ezt igazolja, az még nem jelenti azt, Hogy létezik, hogy ez igen. tényleg igaz. Szóval ez ezért veszélyes, mert ugye, hogy tényleg ezt minden nézőmnek is ajánlom, hogy azért, mert szeretne valamiben hinni, attól még ne szelektíven kezelje az erre vonatkozó Ne bizonyítékokat. úgymond magyarul ne úgy csinálja, mint egy bányaló, hogy csak így lát, így Igen. szemellenzősen, és akkor semmi más nem létezik. És ez igazából mindenre igaz, nem csak a UFO-kra. Egyébként most, hogy én annyira egy kicsit próbálok itt javítani ezen a nagyon szkeptikus imázsomon, ami itt kialakult. Én azt tartom elképzelhetőnek, de ez már egy kicsit ilyen elszállósabb téma, hogy ugye különböző dimenziók vannak, ez tény. Ugye mi élünk, mi négy dimenziós lények vagyunk. És ugye ezt tök érdekességnek mondom, neked is, meg a nézőknek is, hogy például a hangyák, azok két dimenzióban léteznek. Igen. Tehát mondjuk megy a hangya a földön, és mondjuk Hát nem az, hogy fölmászik két egy... dimenzióban léteznek, hanem ők úgy érzékelik a valóságot. Na jó, de mivel ők úgy érzékelik, nekik az a valóság. Hát igen, Érted? csak ott Csak hogy pont, hogy egy pontosította. nagyobb világ a részei, amit ők nem értenek, mert ugye csak egy részét látják. Na mindegy, az a lényeg, hogy kétdimenziósan léteznek a hangyák, amik úgy, vagyis hát ők úgy érzékelik, igen. Ami azt jelenti, hogy megy a hangya a földön, és mondjuk ha ott van a fal, vagy egy fa, akkor egész egyszerűen úgy érzékeli, mintha tovább menne egyenesen, közben pedig fölfele megy. Tehát nem érzékelik a háromdimenziós teret. Igen. És ugye a szárnyas hangya is csak oldalra tud mozogni, meg azt hiszem előre-hátra, de fölle nem, vagy fölle és oldalra, nem tudom pontosan. Ennyire az. Mindegy, Biztos. és az a lényeg, amit ki akartam ebből bogozni, hogy hogyha ugye a hangya ezáltal nem érzékel minket úgy, hogy mi emberek vagyunk. Mondjuk persze, hogyha én lelángszórózok egy hangyát, akkor nyilván érzi azt, hogy most itt valami van, de azt nem látja, meg nem tudja érzékelni, meg felfogni, hogy én csinálom, és hogy mit csinálok. Tehát hatni tudunk rá, de nem fogja föl, és ilyen, ebből kiindulva simán lehet az, hogy van mondjuk egy olyan lény, ami mondjuk az ötödik vagy a hatodik dimenzióban létezik, és ebből a hangyaelvből kiindulva mi nem tudjuk vizsgálni, és nem tudjuk őt érzékelni, meg felfogni, ugyanúgy, ahogy a hangya sem minket. Viszont ő tud minket vizsgálni, és tud ránk hatni. Persze, de viszont akkor itt már ezeket a lényeket már nevezhetnénk akár Istennek is a mi Hát a szemszögünkből. mi szemszögünkből akár lehetnek istenek is, igen. Na de ez viszont egy teljesen elképzelhető számomra, mert ugye itt a Földön is találsz erre példát, ugye Persze. például a hangyák vagy rovarok esetében. Persze, meg van ugye az, hogy mi egy bizonyos tartományban vagyunk képesek érzékelni a valóságot. Érted? Szóval tudod, úgy, ahogy a színskál, vagy a, érted? Szóval úgy képzeld el ezt az egészet, hogy mint hogyha mi most egy adott frekvencia tartományba léteznénk. Érted, hogy Igen, mondom? igen. Hogy van az ultraibolya sugárzástól tudjuk érezni a, mi a második véglet? A röntgen sugár, azt Röntgen hiszem. sugár? Nem tudom. Na kb. Ebben a tartományban tudjuk érzékelni a valóságot. És
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy zongorán egy oktávot, érted, hogy kb. Mi egy oktávot tudunk érzékelni, de érted, 2-3 oktávon lejjebb ugyanilyen valóság lehet, mint ez. Csak mi már Igen. oda nem tudjuk a mérőeszközeinkkel ezt mérni, mert olyan hullámhosszon van ez az egész dolog. Igen. Tehát ez így ilyen formán teljesen elképzelhető. Persze, csak ez már ez a dimenzió lényeg, ez már ilyen necces talaj, mert ez az a baj, ugye, hogyha nem tudjuk mérőműszerekkel mérni, akkor mit csináljunk vele? Érted? Akkor nem tudunk csinálni semmit se. Na jó, igen, az nem feltételezi azt, hogy akkor most ők ülnek a kormányban, meg alapváltó gyík emberek, akik a Holdról jöttek. Csak azt mondom, hogy ha léteznek szerintem nálunk fejlettebb lények, akkor azok feltételezem, hogy egy fejlettebb dimenzióban is léteznek. Hát jó, mondjuk ez nem biztos, érted, mert Nem, nem, ez csak egy opció, hogy szerintem ez egy elképzelhető dolog. igen, mert gondolj bele, hogy most azért, mert mondjuk Afrikába egy ilyen elhagyatott törzshoz oda mész, attól még nem vagytok más dimenzióban, csak más fejlettségi szinten vagytok, de még az is lehet, hogy vagy oda megy mondjuk, mit tudom én, egy ilyen nyugati ember a buddhista templomba, érted, nem Jó, biztos. értem a példát, És persze. az se biztos, hogy a nyugati ember fejlettebb, mint a buddhista szerzetes. Hát Csak, más szemszögből, igen, csak technikailag teljesen, igen. hát technikailag lehet, de szellemileg viszont nem. Ezért mondtam ugye korábban, hogy nem biztos, hogy különböző civilizációk ugyanúgy fejlődnek. De szerintem egyébként sokkal elképzelhetőbbnek tartom, hogy egy felsőbb dimenzióban léteznek más lények, mint hogy léteznek nálunk sokkal fejlettebb űrlény társadalmak. Vagy aki úgy mondom, hogy nálunk technológiailag sokkal fejlettebb űrlény társadalmak. Hát igen, mondjuk ez az, hogy ugye az univerzum tényleg hatalmas, szóval a lehetőségek kb. Végtelennek. Ugye van a Drake Egyenlet, nem tudom, erről hallottál-e. Nem, nem hallottam Na róla. mindegy, ez kb. Arról szól, hogy milyen, mitől a naprendszerből kiindulva, ugye, hogy van mondjuk a mi napunk, és akkor abban van X bolygó, és akkor abból mennyi bolygón van élet, ugye egy. És akkor megnézi azt, hogy mondjuk hány csillag van mit tudom én, csak a mi galaxisunkban, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én, nem tudom pontos, hogy 1 millióból 1 csillagon lehet mondjuk Tehát olyan. úgymond van egy átlagot a galaxisból, Igen, élhető hogy bolygókkal számolva. igen, ilyen kevés statisztika alapján még így is úgy hozza ki, hogy több milliárd létforma lehet, akár csak a mi galaxisunkban is, érted? És akkor még ott van a rengeteg galaxis De rajta. az a legszebb, ami miatt túlzásnak érzem ezt az UFO dolgot, hogy valóságban még egy sejtűt se találtunk sehol az Igen. űrben. Akkor miért akarunk egyből nem tudom micsoda Star Trek univerzumos lényeket elképzelni, amikor még egy sejtűt se találtunk? Igen, mondjuk ez a furcsa, hogy ez kb. Ahhoz hasonló, mint amikor az ember, az ősember a villámot azt ilyen istenekkel azonosította, meg a földrengést is, meg ilyesmi, és kb. Amit nem is tudom melyik műsorban mondtam, hogy mindig kell az embernek egy ilyen gondviselő apuka, anyuka, és kb. Ezek az UFO-k is valami ilyesmi, hogy ne érezzük magunkat magányosnak. Érted? Valami ilyesmi érzés lehet ebbe az egészbe. Hát a másik pszichológia, ami e mögött van, az az, hogy ugye amit talán a múltkori videóban említettem, hogy mondjuk elviszi egy földrengés a házadat, oda veszik mindened, a földrengést, a földet azt nem tudod szídni, ezért azt mondod, hogy na a szemét kormány meg az időjárás generátorok, hogy rohadnának meg, tönkretették a házamat. Tehát mindig kell egy célpont, Igen. akire tudok haragudni, akire rá tudom vetíteni a haragomat, és ez akár az űrlényekkel is lehet, hogy mit tudom, meghal három tehenem, és akkor, na persze, mert az űrlények megint itt jártak, és megölték a teheneimet, nem hiszem el. Igen. Tehát, hogy igen. És mit szólsz ahhoz, hogy ugye rengeteg ember van, aki azt állítja, és tényleg ilyen igazság, hogy is hívják ezt a berendezést, hogy hazugságvizsgáló géppel, Hazugságvizsgáló, igen. tényleg mármint, hogy nem hazudik, érted? De tényleg az ő vallomása szerint igaz az, hogy ő azt élte át, hogy őt elrabolták az UFO-k. Szerinted ez miért lehet? Hát
Most, hogyha átélsz egy élményt, amit nem tudsz beazonosítani, de viszont hozzátársítasz egy fogalomrendszert, akkor az igaz számodra. Tehát mondok egy triviálisabb példát, mondjuk elájulok, például az utcán, teljesen random, és én ezt úgy dolgozom fel magamba, hogy mit tudom én, ájulásig vertek. És akkor én azt fogom mondani, hogy haver, engem ájulásig vertek az utcán, holott mit én hőgutát kaptam, és azért ájultam el, csak így dolgoztam fel. Most csak egy példát Igen. mondtam, elég gyatra példa, de érted, mit Persze, akarok mert ebből. ugyanúgy egy vallásos ember lehet, hogy azt érzi, hogy mit tud meglátogatták az angyalok éjszaka. Érted? Igen. Szóval. Vagy például egy kicsit turvábban mondjuk valaki hangokat hall, vagy neszelés zajokat hall, és azt mondja, hogy biztos ördög van, vagy szellemek Na, vannak nála. kísértetek, igen. De És akkor az ő szemszögéből ez egy igaz dolog, hogy bakker, tényleg kísértetek vannak nálam, hallottam ezt és ezt, közben csak ő dolgozta fel úgy. volt is valamilyen tudományos kísérlet, hogy azok, akik azt élték át, hogy őket elrabolták az UFO-k, azok nagyon nagy eséllyel ilyen alvásparalízisben szenvedtek, tudod, és akkor, amikor alvásparalízisben vagy alvási bénulásban vagy, akkor ugye egy ilyen bizonyos pánikérzés van rajtad, kicsit a valóságban is álomban vagy ragadva, ergo halucinálsz össze-vissza mindent, be vagy szarva, mint az állat. És ilyenkor, hogyha tegyük fel, még UFO hívő is vagy, simán be tudod képzelni magadnak azt, hogy te rajtad mindenféle fájdalmas kísérletet hajtanak végre. Ugye én is meséltem ugye múltkori adásban, vagy valamelyik adásban, hogy én is ilyen fájdalmakat éreztem álmomban, meg alvás paralízisem volt, meg stb. Csak ugye én nem vagyok UFO hívő, nekem nem volt ez, hogy engem UFO-kra voltak el. Mondjuk nem csak ez, például egy erősebb lázálom is lehet olyan, ami halucinációkkal jár, ugye? Persze. Az még szerintem már mindenkivel megesett, vagy elég sok embernél. Hát igen, már nekem is. Mondjuk viszont vissza akartam kérdezni, csak most jutottam el odáig, hogy ugye azt mondtad, hogy ha nem akarsz, tehát hogyha leplezni akarsz egy létező igaz dolgot, mint mondjuk űrlények, akkor Igen. kürtölt szét meg innen, hogy elveszítse a komolyságát. Igen. Egy egyszerű kérdés, akkor léteznek zombik is? Mennyi zombis? Szerintem több zombis film, meg játék, meg könyv, meg minden létezik, mint Hát űrlényes. de csak mostanában lett divat egyébként, ez jó, régen is volt. Na jó, de az űrlények is ebbe a nem tudom, utóbbi 20 évben Jó, vannak mondjuk ennyire az a furcsa, felkapva. hogy zombik tényleg léteznek, szóval. Na jó, de nem olyan, mint a Walking Dead-be például. Nem olyanok, de a zombi szó az, azt hiszem valami dél-amerikai szó, és az Afrikai a zombi. nem dél-amerikai, mert úgy tudom, hogy a Max Dél-Afrika, de erre konkrétan Nem, én úgy emlékszem, hogy... tudom, hogy Dél-Amerikában van, a vuduhoz kapcsolható ez a zombi, hogy valami ilyesmit csinálnak, hogy beadnak neked valami cuccot, és tetsz halott leszel, mit tudom én, pár napig, érted? Szóval meg nem érzékelik a életjeleidet, és akkor nagyon sok esetben eltemették az ilyen embert, és akkor utána ugye ki mászott a sírból, és ezeket kezdték el zombinak hívni. És van olyan is, hogy ettől a kábítószer, mert ez a kábítószer volt, elvesztette ugye a tudatát az ember, és csak mint egy élő halott mászkált utána a faluba, meg itt ott, szóval már nem. Ja igen, mert szolgának használták ezeket a zombikat. A vudú, én tudom én, Igen. papok, meg ilyesmi. És hogy tudod, ilyen élettelen, így megy, és akkor azt se tudja, hol van. Csak ugye ebből nem Ez pontos. nagyon erős szer lehet amúgy, hogy elveszített tőle a tudatodat, meg ennyire kiüt. Hát nagyon izé. Meg mondjuk van valami hasonló szer Indiában is, azt ilyen meditációra szokták használni, valamilyen gomba, hogy ott is kb. Ilyesmi, hogy beveszed, és akkor évekig kb. Se tudod, hogy hol vagy, és ott zarándokolsz össze-vissza. Azt tudod, melyik bolygón laksz. Mondjuk gyorsan egy kis kutatást csináltam, afro-karibi a vudúzás meg a zombi hiedelem eredete, szóval szerintem az Afrika lesz, csak hogy Micsoda, mondd még pontos egyszer ezt, hogy melyik? afro-karibi, ez a hivatalos Ja. térség.
Ja, de a vudu az viszont Dél-Amerikából származik, és én úgy tudom, hogy onnan jön. Mindegy, most ez amúgy annyira nem. Most, jó, hát csak, hogy tudod, pontos információt szállítsunk, de igen, erről én is hallottam, és pont ugyanígy, ahogy elmondtad. Na jó, de az, ezért mondom, hogy a nyugati értelemben az nem zombi, ahogy mi most látjuk a filmekben, meg a képregényekben, meg a különböző játékokban. És én azért mondom, hogy ennyi erővel létezniük kell mai értelemben vett zombiknak is, hogyha most azért, mert vannak UFO-s filmek, meg játékok, akkor léteznek UFO-k is, csak titkolják. Érted, hogy mit Ja, mondok? persze, de hát akkor most ilyen erővel létezhetnek szuperhősök is, meg Na igazából. igen, tehát ennyire hiteltelenné válik az egész. Igen, mondjuk ez ennyiből érdekes. Ha nézzük rá a kérdésekre, hogy van-e még bármilyen kérdés. Elrabolták, hogy. Ja, a kristálykoponyákról beszélgessünk egy kicsit. Ugye te erről nem annyira tudsz, mert akkor tudtad meg, amikor én mondtam neked itt a műsor előtt, hogy vannak Igen. kristálykoponyák, hogy. Ja, amúgy azt mondja itt az egyik srác, hogy Afro-Karib, az Közép-Amerika. Szóval én nyertem. Közép-Amerika? Aha, na mindegy. Majd ezt lesokkozzuk akkor műsor után. Közép-Amerika. Hát de az nem Dél-Amerika, mert középen van. Jó. Na, már amit is kezdtem? Ja, a kristálykoponyák. Ugye ez is Dél-Amerikából származik, mint sok minden. És az eredeti felvetés szerint én úgy tudom, hogy ezek valahogy a maya civilizációhoz köthetőek voltak elvileg. Csak ugye utána kiderült az, hogy ezt valami emberke hamisította a különböző anyagi haszonból. Mert ugye ezek a kristálykoponyák valami ilyesmit akarnak, vagy a UFO hívők azt mondják, hogy ezek UFO-knak a koponyái. Pedig ez szerintem amúgy hülyeség, miért lenne egy UFO-nak üvegkoponyája, nem? Amit nekem meséltél, az inkább az feltételezi az űrlény beavatkozást, hogy annyira precízen és pontosan meg lett csinálva. Hát így a kis gyors műsor előtti kutatásom alapján léteztek, tényleg a 19. században találtak ilyeneket, amit akkori technikával nem tudtál ilyen szépen kidolgozottan megcsinálni. Aha. Jó, persze, de a mai technológiával már meg lehet csinálni simán egy Hát a tehát, maival igen, meg jó, amit... mondjuk 1800 vagy 1900-as években is azért ilyen szinten, hogy semmiféle, tudod, ilyen csiszolás nincs rajta, meg semmi, azért úgy kemény. Igen. Szóval az a baj ezekkel, ugye ezt mondom is, hogy ezeken a üvegkoponyákon nem lehet szénkarbonos vizsgálatokat végezni, ergo nem lehet megtudni, hogy milyen korabeliek. Ugyanúgy ez a probléma ugye az egyiptomi piramisokkal is, hogy nem tudjuk azt, hogy az egyiptomiak tényleg csak elfoglalták-e ezt az épületeket, vagy hogy kik is építették. Hát igen. Mondjuk nem tudom, szerintem ezeket viszont az érdekes, hogy a piramis kultúra az nagyon sok helyen megjelenik egymástól nagyon távoli pontokon. Ugye dél-amerikai piramisok, egyiptomi piramisok. Ja, egyébként Kínában is rengeteg piramis van, ugye ezt sokan nem tudják, mert a kínai kormány nem engedélyezi, mert beültették, képzeld el, ilyen különböző dombokat csináltak belőlük, csak némelyik kilátszik, úgymond. Ez tényleg igaz. Sorry. Ez nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de elvileg van egy olyan elképzelés is, hogyha ilyen légvonalba így összekötöd a piramisokat, akkor tehát a világ összes táján vagy tájegységén elhelyezett piramist, akkor kiad valami érdekességet. Igen, nem az aranymetszésnek a. Nem tudom pontosan, de hogyha egy kiteríted a Föld térképét ugye egy síkra, és összekötöd a piramisokat, akkor. Az Nem egyik tudom, hogy erről. nézőnk mondja, hogy Lacert a riportot olvastátok-e? Már nem olvastuk, nem tudunk róla, legalábbis én nem tudok róla, hogy mondja, hogy Lacert egy hüllő, akik a föld alatt élnek több ezer méterre. Na hát. Ja, igen, Igen, ez ez a a. ilyen David Icke-os filozófia lehet kb. Szerintem, hogy én semmiféle ilyesmiben nem hiszek, hogy mondjuk azt már mit elmesélem ezt a kis sztorit, hogy
ugye a kígyók, meg az ilyesmi sárkányok, a sárkány meg a kígyók kb. A mitológiákban hasonló dolog, ugye hüllő, és kb. Az összes mitológiában szerepel, azért ez így egy érdekes dolog, és hogyha megnézzünk ugye egy átlagos UFO képet, vagy tudod, hogy elképzelik ezeket a szürkéket, tök hasonló dolog. És az a furcsa, hogy a Atlantis-i sztoriba is úgy van kb., hogy oda ment valami hajó törött a Atlantis-ra, és már csak egyetlen túlélő volt ott, egy ilyen kígyó ember, és ő mesélte arról, hogy milyen volt hajdanán az Atlantis. És szóval ezért érdekes valamilyen szinten ez a hüllő kígyó, mit tudom én micsoda, csak ugye erre sincsen semmiféle bizonyítékunk, én azért nem ugrok bele ezekbe a sztorikba úgy, mint hívő. Viszont én szerintem az egy jó opció lehet, hogy ugye kb. A világ minden táján, jó, az északi meg a déli sarkot leszámítva, léteznek különféle hüllőfajok. És ugye a legtöbb kígyófaj például ugye mérgező. Ja. Tehát, hogy már is van, most ha én egy ókori ember szemével próbálok gondolkozni, maga a kígyó szerintem az önmagában természetileg egy olyan misztikusabbnak tűnő jelenség, úgymond. Na igen, tehát, de ez az, hogy miért, érted? Szóval, mert lehet, hogy... Nem, maga ránézésre mondom, mint lény, hogy egy harapástól egy egész falu meg tud halni. Na jó, de ott van a pók is, hogy a skorpió, érted, az mégse... Na jó, de a skorpió meg például nincsen a világ minden táján. Kígyók vagy hüllők, azok meg vannak? Hát jó, mondjuk ez igaz. Érted. Mondjuk ez akkor is minden esetre igaz, hogy... hogy a kígyó, meg ott van tényleg a Bibliában is, ugye, hogy a kígyó volt az, aki a tudásra ösztökélte Ádámot. Na jó, de viszont a Biblia ugye előző, vagy régebbi íratokból van összeollózva, tehát az, itt hogy a azt Bibliában mondják, hogy lenne... nagyon halk vagyok, így üzenem nekik, hogy kérdezem, hogy most jó-e, nem akarok szanaszét torzulni. Hát pedig nálam szanaszét torzultál, most. Na igen, folytass, bocs, hogy közbe vágtam. Fú, tehát az, hogy a Biblia az eleve régi iratok, vagy régebbi iratok összessége. Igen, tehát az, igen. Hogy a Biblia azt mondja, hogy voltak kígyók, az nem jelent semmit, mivel maga a Biblia is régebbi iratokból áll össze. Persze, de ez azt jelenti, hogy valamelyik régebbi iratban létezett ez a kígyós sztori. Na hát, de ez számomra nem mérvadó, hogy most... Hát jó, de most ez olyan dolog, hogy oké, érted, szóval biztos, hogy rárakódott bizonyos olyan elem, ami a kereszténység rakta rá saját céljainak érdekében, de maga az alapsztori az lehet, hogy valamikor igaz volt még régeségen. Érted? Igen, igen. De mondjuk, most ha így nagyon belemegyünk a mitológiákba, az indiánok szerint a köveknek meg a fáknak is van lelkük, meg éreznek, meg ilyenek. Tehát egy ilyen elgondolásból simán lehet azt mondani, hogy a hüllők néznek ki annyira misztikusan, hogy bármit rájuk lehet képzelni. Most, mint hogyha egy ókori ember lennék, mondom, úgy gondolkozok. Érted, hogy... Igen. Hát egy nézők mondja, hogy tudtátok, hogy a dinoszauruszok kihalását nem aszteroida, hanem két földön kívüli civilizáció csatájából, mielőtt bomba csapódott be, bizonyítva van, megtalálták a bombában volt folyadékot is. Na hát... Na és hol? Mi a bombában van a folyadék neve? Tehát igen, amúgy ez a probléma ezekkel a bizonyítékokkal, hogy valójában semmiféle bizonyíték nincs rá, mert az nem bizonyíték, hogy valami, mit tudom én, ilyen, hogy minden tudunk pont info doménál ott van valami ilyen cikk, szóval ezek nem de viszont innen üzenem mindenkinek, hogy én ástam egy gödröt a kertben, és rendszeresen minden szombaton látogatom a gyíklényeket, de azt mondják, hogy nem mutathatom meg senkinek, hogy hol van ez a lyuk, úgyhogy de amúgy én látogatom őket minden szombaton, komolyan. Igen, és ez az, hogy ez is milyen rossz, mert ugye nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy napi szinten állnak kapcsolatban űrlényekkel, földön kívüliekkel, mindenféle ilyen entitásokkal, és akkor, hogyha azt mondod nekik, hogy de bakker, bizonyítsd már be ezt a dolgot, akkor azt mondják, hogy jaj, te nem hiszel benne eléggé, meg nem bazári majmok, hogy
hogy ez bizonygassák, meg ilyesmi. És akkor bakkedett, akkor hogy tudsz velük beszélgetni ezután érdemben, mert Hát igen. érted? Jó, mondjuk annyiból akarom őket védeni, hogy most ha feltételezett, hogy tényleg léteznek, csak feltételezzük, akkor miért akarnám bárkinek bizonygatni? Tehát nekem abból nem lesz hasznom, hogy te hiszel nekem-e vagy nem. Tehát, hogy ennek is van egy opciója, érted? Hogy mondjuk én boldog vagyok, hogy ezt tudom, és nem érdekel, hogy te tudod-e vagy nem. Valaki kérdezi, hogy mi a véleményetek a kristálypiramisról, erről én semmit nem tudok, kristálypiramisról, a Bermuda háromszögben. Te tudsz erről valamit? Na de várj, tehát várj, hogy a kristálypiramis van a Bermuda háromszögben. Igen. Na de viszont a Bermuda háromszög arról híres, hogy eltűnnek dolgok. Na most, hogyha eltűnnek dolgok, akkor az azt jelenti, hogy onnan nem jött vissza senki. Akkor, hogyha nem jött vissza onnan senki, akkor kiállítja azt, hogy ott van egy piramis. Hát, de várjál, mert a Bermuda háromszögön nap mint nap 1000 millió repülőgép átmegy egyébként. Szóval... De nem maga a Bermuda háromszög legendája az, hogy ott eltűnnek dolgok, abba a háromszögbe. Igen, eltűnnek, de nagyon sok viszont átmegy. Szóval ott úgy van, hogy néha vannak eltűnések, kb. Ezt Jó, hogy mondják. mondjuk keddenként eltűnnek ott a repülők, Hát olyan, vagy hogy mondjuk mit mi. tudom én, 1000-ből egy repülőgép ott titokzatos módon eltűnik. Én annó, amikor hallottam, én úgy hallottam, hogy azon a területen minden eltűnik. Mindegy, nem tudom, de tényleg akkor hogy, nem is értem. Nem is értem, hogy miért lenne ott egy kristálypiramis? Nem tudom, majd Meg ezt megnézem ezt. ki állítja, meg azt mondom, hogy ezek így ilyen tök Igen, levegő. ez a baj, hogy ez kb. Olyan, mint hogy UFO bázis van a hold nem napos oldalán, Meg érted? az a legszebb, hogy mindig olyan témák vannak, amiket nem tudsz vizsgálni, és azokra vannak rávetítve elméletek. Igen, mert ez olyan, mint hogyha most azt mondanák nekem, hogy UFO van a Dankó utca 35-ben. Érted? Akkor oda megyek, megnézem, érted? És akkor csinálok velük egy interjút, és akkor, érted? Igen. Szóval, és akkor, de ez az, hogy még az a durva, hogy az is lehet egy prank videó, nem? Az is lehet, Hogy... igen. Na jó, de meg ez a hűlő lények is, hogy a föld belsébe volt már, járt már valaki a föld belsejében? Így? És melyik kéreg szinten, vagy hol? Tehát érted, ez egy olyan légbe mondott tág valami a föld belsejében, hogy hihetetlen. Igen. Ja, egyébként itt írja, hogy srác, hogy de nem legenda, mert tényleg eltűnnek dolgok a Bermuda háromszögben. Ez igaz viszont, de ugyanúgy eltűnnek mindenhol. Érted? Szóval... Igen. szóval, mert tényleg ott van pár ilyen beszámoló, de ott is kb. Ez olyan, mint hogy mint ahogy vannak ilyen kísértett házaknak elnevezett épületek. Igen, igen. Azért, mert ott már egy ilyen bizonyos ilyen kis mítoszok elkezdtek kialakulni, és akkor utána az emberek jobban rápörögnek erre az egész, hogy például akkor, hogy én vagy egy olyan egy ember, vagy ilyen baráti társasággal elmennék egy kísértett házba, ahol azt mondom, hogy itt kísértetek vannak, sokkal jobb eséllyel látnak kísérteteket, mint ha egy olyan házba megyünk, ahol nem mondok semmit. Szóval, Persze, mert akkor mit tudom én, fúj a szél, egyből kísértet volt. Tehát, hogy már olyanra is rávetíti, ami nem is az. Csak te azt mondtad, hogy ez tényleg az, és elhiszi, és elképzeli. hát igen, mondjuk ezért mondom, hogy ez a mit tudom, ez a Bermuda háromszöges engem azért nem mozgatott annyira sosem, mert erre sincsen kb. Semmiféle bizonyíték. Oké, egyébként lehet az, hogy ott tényleg valamilyen elektromos viharok vannak, vagy valamilyen olyan elektromos mit tudom, egy kisugárzás lehet ott, tudod, valami geológiai valami, ami megbolondítja a műszereket olykor, mondjuk egy napszél folytán, vagy akármi. De érted, erre sincsen Én bizonyíték. amúgy tudod, mit hiszek, vagy mit kezdek el így egyre jobban gondolni, hogy szerintem a legtöbb embernek, de így a történelmen keresztül az az egyetlen egy baja, szerintem, hogy egyszerűen a valóság az unalmas. Tehát, hogyha megnézed a bármelyik, nem csak Nem, magyar... nem az, hogy unalmas, hanem bonyolult. Érted? Nem, várjál, Léda én mellett ezt unalmas és bonyolult is. kifejtem úgy értve, hogy
Például bár megnézel egy mesét, vagy egy történetet, ugye régen mindig vámpírok, vérfarkasok, sárkányok, tündérek, tehát egy rengeteg mitológiai alak volt benne, mert amúgy az ember a valóságban semmilyennel nem találkozott, már akkor sem, de mennyivel királyabb lenne, ha én most nem vízért mennék a kúthoz, hanem elmennék megölni egy boszorkányt. Hát igen, Érted, hogy meg mit mondok? de ha belegondolsz, ehhez nem kell az ókorba mennünk, mert ugyanezt csinálják ma is a Hát ezt gyerekekkel. mondom, hogy ez így történelmen átívelő, hogy Hát hogy, de nem az, belegondolsz, a gyerekekkel is így van, hogy nem, hogy amikor a szarízű kaját mondja, hogy itt van izé, Stevie, izé a repülő, tudod, és akkor kanállal belenyomják a szádba. Ez Igen. kb. Ugyanez a sztori, hogy vagy mit tudom én, aludjál, mert elvisz a kis ördög, meg tudod, szóval Igen, ugyanezek a igen. Hát sztorik. nagyjából igen, de meg ahogy a valóság, főleg a mai ember számára mennyire unalmas és kiszámítható, hogy fölkelsz X órakor, X órától X óráig ezt és ezt csinálod, hétfőtől péntekig, hazamész, eszel, tévézel, alszol. Persze, hogy kellenek a fantázia lények, meg Igen, ilyenek. meg nem is csak az a baj, hogy nagyon sok esetben olyan emberek beszélnek ugye ilyen tudományos kérdésekről, akiknek gőzük nincs a elemi fizikáról sem, érted? Közben meg lefikázzák a tudományt, a tudósokat, akik ugye, persze az nem olyan kurva érdekes, hogy mondjuk ilyen bináris kódokat mutatsz, mit tudom én, ilyen A4-es lapokon, ami mondjuk egy ilyen rádió hulláma, nem tudom melyik csillagról, érted? Igen. Az nem olyan érdekes, mint hogy én mondjuk leírom 4-5 mond, vagy egy ilyen 1000 karakteren belül, hogy UFO invázió várható a jövő héten, mert valami médium azt érzékelte a 8. csakrájá, hogy ez így fog történni. Ezt sokkal könnyebben megértik, érted? Így egy kicsit egyszerűsítve, ez, hogy sokkal többen néznének meg egy, nem tudom, vagy sokkal többen olvasnak el egy Star Wars képregényt, mint egy Stephen Hawking könyvet. Igen, És mind igen. a kettő az űrben, meg az űrről szól lényegében. Igen. Szóval igen. Igen. Na, de azt hiszem, most már kiismerítettük ezeket a témákat, majd hogyha még eszünkbe jut bármi ilyesmi. Ja, Figyelj, Fira, hogyha várja, elrabolnak még a... egy kicsit beszélgessünk, mert ugye volt ez a CIA ügynökös, nem tudom, erről hallottál-e. Ez a CIA... Amikor az alakváltó ügynök? Nem, Ha? az a Obamának volt a testőr, aki egyébként csak Jó, igen. bebizonyosodott, hogy tök fura feje van, de nem UFO. Na mindegy, hanem volt egy ilyen idősebb pali, aki állítólag a CIA-nél volt egy vezető, és beismerte a halála előtt egy ilyen videó interjúba, én is láttam, hogy különböző, mit tudom én, hogy azt hiszem az 51-es körzetben is látott ilyen szürke, csak ez a baj, hogy ott is ugye mit Na látunk, de hogyha várjál, a személye az bizonyított volt, ez de az, hogy nem, tényleg? ez az, hogy nem. Meg jó, most itt mondhatjuk, hogy egy CIA ügynököt, hogy érted, szóval tényleg titkos ügynökbe kell. De viszont most én ennyi erővel én is mondhatnám azt, hogy egy CIA ügynök vagyok, és én most azt mondom, hogy ez hülyeség, hogy ott bármi van, érted? És akkor most azért, mert nem tűnök mondjuk most hitelesnek, azért nincs Az igazam. a mai világban amúgy az a baj, hogy nagyon-nagyon sok minden szól a bizniszről. Igen. Tehát, hogy ha nekem biznisz van abban, hogy űrlény testrészeket árulok eBay-en, akkor azt fogom Na csinálni. persze, És de ebben igen, bárki hiszem. azt hisz, amit akar, engem nem érdekel, mert pénzem van azokból az űrlény testrészekből. Igen, meg ez, hogy most oké, hogy hitelesnek tűnik az a riport azzal az idős palival, meg az, hogy nagyon sokan mondják, hogy a Kanada védelmi minisztere beismerte, hogy Igen. na, de azért itt is ugye akkora kurva nagy csúsztatás van, mert az a csávó kb. A 60-as években volt Kanada védelmi minisztere, és vagy valami ilyesmi volt, és azóta, érted, simán lehet az, hogy bármilyen nyereség vágyból kitalálja azért, hogy a középpontban legyen, kitalál ilyen sztorikat, mint például ott van a Buzz Aldrin is, ugye, Igen. aki másodiknak lépett a Holdra, hogy ő is lehet, hogy, mert ugye ő is azt állítja, hogy látott a Holdon különböző dolgokat, meg hasonló ilyen érdekességeket, és őnála is simán előfordulhat az, most oké, hogy egy elismert űrhajós, de ott simán lehet az, hogy ugye még a 70-es években sztárolták, stb., aztán letűnt a tündöklése, és akkor Igen, kitalál igen. egy... És akkor ezzel újra így felkerül a címlapokra egy pár napra, hétre. Hát ja, szóval ez, hogy most az ilyen emberi dolgokat
Érted, szóval ez simán előfordulhat. De Azok... meg mondom, gondoljunk arra, hogy régen, a miten középkorban, ilyen 16-17. században, az már annyira nem középkor, de hogy ott meg rendes falvak voltak berendezkedve vámpírtámadásokra, meg Igen, ilyenekre. persze. Tehát ennyi erővel én most, ha veszek egy ilyen vámpírölő készletet, akkor létezniük kell vámpíroknak, hiszen itt van egy vámpírölő Igen. készlet a kezemben. Meg az, hogy ezt bebizonyították, hogy a legtöbb UFO észlelés az a hold volt, érted? Szóval, hogy a holdat hitték UFO-nak, mert mondjuk a felhőn keresztül úgy cikázott át a fény, vagy akármi. Ja igen, meg egy nagyon sok ember nem tudja például azt, mert ugye előfordulhat az, hogy mondják, hogy tényleg látja azt, hogy mondjuk egy fénylő valami ide-oda cikázik, amit egy repülő nem tud megcsinálni, ugye? És Igen. ez sokan nem tudják, hogy ugye vannak mit tudom, van a légkör, és abban a levegő különböző hőmérsékletű, ergo ilyen hőmérséklet lencséket hoz létre, tudod, úgy, mint amikor látod mondjuk a Forma 1-en, hogy izzik a talaj, tudod, a Igen, igen, forróságtól, igen. és a háttérben látod, hogy el vannak mosódva a dolgok, tudod. Na és ugyanilyen ilyen elmosódást képes csinálni a légkör is. És lehet, hogy mit tudom én, látsz egy csillagot, és azáltal, hogy 3-4 ilyen hőmérséklet lencsén át megy, azt látod, hogy össze-vissza ugrál az égen a csillag. Érted? Igen, és persze egyszerűbb azt mondani, hogy UFO, mint hogy elolvasni egy fizika könyvet. Hát igen, ezért mondom, hogy a valóság az bonyolult, de viszont az a durva benne, hogyha elvetjük ezeket a hiedelmeinket és megpróbálunk tudni, akkor ugyanolyan érdekes lehet a világ, érted? Csak nem az a kamu lesz Csak nem benne. olyan vizuálisan érdekes, hogy tényleg mitől jönnek az űrlények, meg ilyenek, csak olyan szimplán érdekes, nem Hát tudom, hogy igen, fogalmazom. Yani nyilván igen. egy molekula nem olyan érdekes, meg egy részecske, mint mondjuk az, hogy ide jön egy tényleges fizikai űrlény. Igen. Hát igen, de igen, mert az a baj, hogy ez már biznisz. Igen. Viszont most így zárásként én annyit még így hozzátennék, hogy szerintem ezek az UFO mítoszok letűnőben vannak. Nem tudom, hogy a nézők közül, aki nem ismeri, az keressen rá, nagyon jó elképzelés, és én teljes mértékben a rajongója vagyok. Ugye a Virgin Galactic, nem tudom, te hallottál-e róla, meg a SpaceX Project, ez hát az egyik az a Virgin cég, a másik meg Elon Musk-nak a fejlesztése. Az, hogy nyilván hát még elég drágán, de hogy egy pár éven belül pénzért akárkit Ja, bármikor igen. felvisznek az űrbe. És szerintem, hogyha ez beindul, akkor már egyből nem lesz ilyen nagy, megfoghatatlan, elképzelhetetlen valami ez az űr, meg az űrutazás, meg Hát, az vagy lehet, hogy űrlények. pont marketingből pont fel fogják kapni, az is lehet, nem? Nem, hát szerintem pont az, hogy az embereket úgymond közelebb hozza magához a világegyetemhez, és akkor meglátják az emberek is, hogy azért ez nem teljesen olyan, mint ahogy olvasom egy nem tudom milyen sci-fi könyvben. Hát igen, csak mondjuk belegondolsz, hogy a Roswellben is mekkora biznisz ez a UFO turizmus, érted? Szóval lehet, hogy ott is a ilyen sokkal több ember költ arra, hogy felmenjen az űrbe, hogyha azt hiszi, hogy jobb eséllyel fog látni Igen, csak UFO-kat. ott nem, de ez az, hogy ebből a hitből elmehet oda, de meg fogja látni, hogy tökre nem olyan a dolog, meg a valóság, mint Na ahogy jó, azt de oda mennek elképzelte. Roswellbe, és mégse ábrándulnak ki az UFO hívésből. Na jó, aki ennyire menthetetlen, azzal már semmit nem tudsz kezdeni, Nem, az a érted? baj egyébként, hogy aki nagyon akar hinni ezekbe a dolgokba, azokról az érvek leperegnek. Szóval egyébként Mindegy, attól ezzel függetlenül sincs ezt. baj, hogy valaki hisz ebbe, vagy hisz ezekbe, csak ne dőljön be abba, hogy anyagilag ezt kihasználja bárki, ez a legfontosabb egyébként. Illetve tartsa egy szinten. Tehát amikor már UFO barátaim vannak, meg Igen. csináltam egy képzeletbeli kis embert, aki csak én látok, az nem biztos, hogy azzal be fogsz tudni illeszkedni. Igen, de nem is az, hogy beilleszkedne, hanem ez káros. Szóval ez egy szellemileg káros, önmagára is dolog. Igen. Na Érted? jó, Már de csak... hát az még önmagára káros, az oké. Na de amikor már a környezetét is ezzel Igen, terheli, mert azt meg mondja az UFO neki, ugyanúgy mondjuk, mint egy vallásosnál, hogy az Isten azt üzente, hogy öljelek meg, érted? Szóval egy igen. ugyanilyen veszélyet kelt rejt ez is. Igen, ez Szóval... így van. De minden esetre ezek szerintem nagyon jó törekvések.
Na jó, hát és kb. Azt hiszem, akkor kiveséztük ezt az UFO témát nagyjából, hogy akkor arra a konklúziója jutottunk, hogy igen, az univerzumban létezhetnek fejlett civilizációk, csak annak kb. Minimális az esélye, hogy a Földre látogatnak, az UFO beszámolók nem túl hitelesek, nem? Kb. Igen, meg Erre hát jutottunk. arra, hogy attól, hogy léteznek más bolygókon esetleg élőlények, az nem egyenlő azzal, hogy a mi kormányainkat ők vezetik Hát igen, meg a hogy ilyen. holdbázisról, vagy a föld alatti kis odújukból, meg stb. Igen, mert ezek már annyira ilyen összeesküvés elméletek, hogy semmiféle bizonyítékra nincsen. Ez ugye az egész ilyen alapelv az, amit már kb. Műsorok óta kivesézünk, hogy az ember áltatni akarja önmagát azért, hogy egy ilyen álomvilágba élhessen. Igen, ez pontosan így És van. ezért ilyen különböző összefüggéseket úgy rak össze az agyába, hogy ezt igazolja, kb. Erről szól És amíg az lesz egész. hívő, addig lesznek ilyen hírek és videók, mert addig lesz benne Hát pénz persze, is. mert addig ez biznisz. Ez így van. Hát ja, meg itt írja Ádám Köntös, hogy azért nem jönnek ide az UFO-k, mert röhögnek rajtunk, hogy milyenek vagyunk egyébként. Tényleg ezt belegondoltok, hogy milyen is az ember, érted, hogyha ide jön egy fejlett civilizáció, még meg lennénk sértődve, kipusztítanának minket a picsába. Hát érted, háborúk meg, oktalan. Egyébként a Carl Sagannek volt egy tök jó ilyen videója, vagy nem tudom, valami beszéd erről, hogy gondoljátok el, hogy mekkora kis miniatűr pont az univerzum, vagy csak a tejút rendszerbe, a mi bolygónk, és akkor ezen a kis apró kis porszemen vannak ilyenek, hogy vallási háborúk, meg mit tudom én, érted, a történelem összes vallási háborúja azon a kis kurva porszemen volt, és tényleg olyan fontos ez, érted? Szóval akkor, hogyha megértjük, hogy tényleg csak egy porszem vagyunk az univerzumban, akkor már is, hogyha tényleg fölfogna ez a sok idióta, aki vallási háborúkat csinál meg ilyenek, már is nem lenne, nem? Na jó, de ez szerintem társadalmilag, meg ember, tehát civilizáció fejlődésileg fontos. Azért, mert most ennyi erővel én azt mondom, hogy nem megyek be dolgozni, mert hogy csak egy porszem vagyok, Hát jó, és hogy semmi értelme, de de viszont a személyes életemet nehezítené, hogyha az utcán kéne élnem, de és a igen, de te nem fagyhalállal jó szembesülnöm. szemszögből nézed ezt az egészet, ez inkább arról szól, hogy gondolj bele, hogy mi ugyanannak a porszemnek a kis porszemkéi vagyunk, és mégis az egyik porszem gyűlöli a másik porszemet, mert az mondjuk egy kicsit Na de barnább. ezt mondom, hogy ez ugyanúgy Oké, nagyban, mint kicsiben, tudom, hogy értem, hogy mit ezek. mondasz, de ez kb. Olyan, mint hogy most egy kutya farkába elkezdi harapdálni a másikat, mert az egy kicsit máshogy néz ki, szóval. Hát de ez hozzá tartozik mindegy egyénnek, mindegy társadalomnak a fejlődéséhez, Na jó, érted? csak ezt úgy mondod, mintha ez jó lenne. Miközben se a vallási háború. Ez Elnézést, nem sem. jó, ez nem jó, és nem is rossz, hiszen nem Ezért szükséges mondom, hogy ahhoz, hogy fejlődjünk egyről a kettőre. nem Például csak rossz irányba fejlődünk. kivégzel embereket, aztán rájössz rá, hogy hát nem biztos, hogy jó dolog kivégezni embereket. Jó, ezt többet akkor ne Na jó, csináljuk. És ez de ugyanúgy hát ez eszkalálódni fog szerintem ez szerintem. hülyeség, mert az emberek nem azért végeznek ki embereket, mert nem tudják, hogy az rossz. Nem most ez a tömegesre mondom, amikor tényleg kivitted a gyerekedet egy szombati kivégzésre című dolog, meg ilyenek. Az már nincsen, érted? Hát vannak olyan országok, ahol van még. Na jó, vannak persze, de ezt mondom, hogy ez társadalmanként eltérő. De azt mondom, hogy egyszer biztos, hogy le fognak erről szokni az emberek, de ez hozzá tartozik a fejlődési folyamathoz, hogy esendőek vagyunk, meg hogy rengeteg kis hibánk van, meg stb. De szerintem ez az egész hozzá tartozik, Na érted? de ezt mondom, hogy akkor, hogyha Hát ez úgy belátod az. képzeld el, ezt úgy képzeld el, mint egy óvodás gyereknek, ez az élete legnagyobb problémája, hogy mit tudom én, a Tibike elvette anyalókámat, és Persze, de ezt gyűlölöm mondom, Tibikét. de ez, tudod mire hasonlít ez az egész arra, amikor van ez a ilyen állítólag a Dalai Láma mondja, hogy írd föl, mit tudom én, egy éven keresztül minden dolgot, Igen. ami téged felbosszant. És akkor utána, amikor eltelik ez az egy év, akkor látod, hogy bakker, ilyen mondjuk órákig idegeskedtem, hogy valaki rálépett a cipőmre, meg ilyenek, és akkor meg, amikor átélted, kurvára idegesített.
de Igen. most már így egy év távlatából bakker ezen idegeskedtem, és ez pontosan ugyanez, hogyha már előre látnánk meg, hogy milyen triviális az, hogy most azért, most a vallási háborúk, hogy azért ölik egymást, mert az egyik képzelt barát, vagy érted, az egyik ilyen képzelt barátot képzel, a másik olyan, és akkor öljük meg egymást, mert ő neki másmilyen, hogy ezek Igen. triviális hülyeségek. Na de ezt mondom, hogy nekünk azok, de az emberiség vittén hány százalékának nem. És azt Hát mondom, hogy nekünk. egyszer civilizációs szempontból ki fogják ezt lőni. Hát vagy elpusztítjuk a Földet, meg magunkat addig, érted? Az is egy lecke lesz, érted? Az is egy tanulság lesz. Hát jaj. Tehát, hogy a tanulság mindenképp meg lesz. Hát igen. Hát akkor legyen ez a záró gondolatunk is. Igen. Na hát köszönünk mindenkinek, aki itt volt velünk, és kövessétek továbbra is a cuccokat. És Igaz? lépjetek be a csoportunkba, Ja, itt van hogyha. a csoport egyébként a leírásban. Itt a filaizmus oldalon tudtok csatlakozni ez az egész dologhoz. És kíváncsian várjuk a véleményeteket kommentben, hogy mit gondoltok az előadásról. Igen, meg egyébként ez alá a videó alá is írkálhatjátok ezekkel az UFO-val kapcsolatos témákat, és akkor ahogy tudunk, majd reflektálunk rá, meg lehet, hogy lesz második része is ennek a Földön kívüli dolognak. Ahova meghívjuk Pataki Attila. Hát igen. Na, hát akkor szervusztok gyerekek, cső mindenkinek. Sziasztok!